Pénteken este a Szent István király plébánia templomban gyűltek össze a hívek, hogy együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Idén az afrikai Burkina Faso-i munkacsoport állította össze a programsorozat témáját, Szeresd az Urat, a te Istenedet és fele barátodat, mint magadat. Az irgalmas szamaritánus bibliai példázatát választották vezérigének, amiben a társadalom által megvetett szamáriai segít egy rablók által megvert embernek. Páfai Zoltán plébános elmondta, mi volt a hét legnagyobb tanítása. Egyrészt, hogy mit jelent Isten irgalmassága felénk, emberek felé, minden ember felé, tekintet nélkül arra, hogy ők kik, hol élnek, milyen vallásúak. Másrészt pedig, hogy mit jelent az egymás iránt tanúsított irgalmasság, ami lényegében egy bibliai fogalommal olyan, mint amikor az ember belső szervei így megindulnak. Az egyik szép szentírás fordításunk azt mondja, hogy az embernek ilyenkor megesik a szíve a másik emberen. Ez egy különlegesen szép magyar fordítás, és hát ezt igyekszünk mindennapokra átváltani és gyakorolni. Az ige hirdetést ezúttal Bíró István görög katolikus parókus vezette, aki úgy fogalmazott, isteni parancsolat az, hogy jó gazdái legyünk a földnek, de sokkal jobban embertársainknak. Mi, amikor így közösen összejövünk, együtt imádkozunk, akkor valójában itt az Isten előtt az imádságban félig már barátok vagyunk. Tehát, hogyha ezt így tudunk egymásra tekinteni, hogy mi végül is az Atya előtt félig már barátok vagyunk, akkor remélhetőleg tudunk egymásra is így tekinteni, hogy néha ugyan én vagyok az, aki pórul jártam, és az Isten hozzám küld ilyen szamaritánusokat, gyakran pedig én vagyok az, aki a másik pórul jártnak, szerencsétlennek, ilyen szamaritánusnak kell lennem, gondját viselnem, az isteni parancsot teljesíteni. A 2024 évi imahét záró eseményére szombaton a baptista imaházban kerítettek sort, amelyet ma esti híradónkat követően tekinthetnek meg felvételről.